poisson d'avril. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ma, április 1-én, Franciaországban, mint nagyon sok helyen, ilyen vicceket mondunk, írunk, csinálunk, meg stb. De Franciaországban április 1-ét úgy hívják, hogy poisson d'avril. Poisson az a hal, ezt már tanultuk, és mi azt jelenteni, hogy az áprilisi hal. És ezt azért is, mert normálisan ilyen halakat szoktak az emberek így kivágni, rajzolni, főleg a gyerekek így rajzolnak halakat, meg kivágják, meg mit tudom én, utána ráragasszák valakinek a hátára, és akkor ott mindenki nevet, mert ott van a másiknak a hátán, az embernek a hátán ott az a hal, és akkor mindenki és amikor észreveszi az ember, akkor azt mondják neki, hogy poisson d'avril, mert hát Franciaországban nincs olyan, hogy locsolás. Szóval nagyon sok ilyen vicces, nem igaz cikkeket is lehet április 1-én olvasni, ilyen újságírók így úgy gondolják, hogy fantasztikus ilyen, mit tudom én, milyen híreket felrakni, amik nem is úgy vannak. Ma már olvastam egy párat. Én különben elmesélem nektek, hogy egyszer mit találtam ki, egy ilyen április 1-i viccet, amit meséltem így barátoknak, és el is hitték, elég viccesnek találtam a dolgot, és tulajdonképpen ők mesélték nekem, hogy ittak már egy olyan alkoholt, amiben mit tudom én milyen bogár volt, vagy mit tudom én mi. És akkor én erre fel azt mondtam, hogy én meg már ittam egy olyan alkoholt, ami tele volt szőrökkel. Mondtam nekik, hogy én nem tudom, hogy ez nyúlszőr volt, vagy mit tudom, én nem tudom, de ezt úgy kellett inni, hogy így a fogaidat így összeszorítottad, és akkor így ittad meg, hogy utána a szőrök így itt maradtak, utána így ki kellett szedni a szőrt, és teljesen elhitték. Akkor átröhögtünk, megmondtam nekik a végén, hogy ez csak egy poisson d'avril volt, de annyit röhögtem, hogy hihetetlen volt. Mert tényleg annyira elhitték, hogy csak nézték, tényleg, és ez hogy volt, hogy csináltad meg minden, nagyon vicces volt. Na szóval ennyit április 1-éről, remélem, hogy jól vagytok, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!